Ilyen vízpermettel hűtik a kennelekben lévő kutyákat az Állatbarát Alapítványnál. Szükség van rá, hogy napközben szinte folyamatosan locsoljanak. Az elmúlt két hétben tartósan 30 Celsius fok felett alakult a hőmérséklet a nappali órákban. Ezt főleg a hosszabb szűrű kutyák szenvedik meg. Érdemes ezért ezeket a fajtákat gyakran mosdatni, vagy ha lehet, megnyírni őket. Próbáljunk gondoskodni arról, hogy ha lakásban tartott kutyánk van, akkor vagy a klíma menjen, vagy pedig tényleg árnyékos, hűvösebb, csempés helyiségben próbáljuk meg elhelyezni. Ha viszont kertben tartott vagy kinti kutyánk van, akkor nagyon fontos az árnyék, illetve egy olyan hely, ahol ugye biztonságban el tud húzódni a tűző napsugarak elől. Pontosan ezért ilyenkor a kikötés, a láncon tartás, a kenelben tartás még veszélyesebb, és ezt egyébként sem támogatjuk, viszont nagyon kell figyelni, mert nagyon könnyen hőgutát kaphatnak. Bizonyos fajták extra módon veszélyeztetettek ilyen szempontból. Például egy francia buldogot, ha valaki azt tart, 30 fok fölött nem is igazán szabad kivinni. A kutya vizes táját is tartósan árnyékos helyen kell tartani, és akinek lehetősége van rá, cserélje naponta többször. Ma már hűsítő játékokat, mellényeket és fekhelyeket is be lehet szerezni. Ezek mind a kutyusok komfortérzetét javítják. A kutyák nem tudnak izzadni, tehát ugye ők lihegéssel tudják leadni a hőt, ezért mindig elmondjuk, hogy ha sétáltatunk például egy kutyát, és bármi miatt szájkosarat igényel, akkor figyeljünk arra, hogy a szájkosár kialakítása olyan legyen, hogy kényelmesen tudjon benne levegőzni, hiszen másképp nem tudja leadni az adott hőt. Illetve, hogyha járműben utazunk, ez legyen akár busz, vonat, de leginkább az autó, ami veszélyes számukra, akkor arra is oda kell figyelni, hogy az autóban semmiképpen ne hagyjuk az állatot, még pár percre sem. Lehúzott ablakokkal sem igazán jó, felhúzott ablakokkal viszont végképp nem, hiszen pillanatok alatt felmelegszik a belső hőmérséklet, és ez gyakorlatilag 10 percen belül az állat halálához vezethet. A sétáltatás idejét is jól meg kell választani a kánikulában. A legmelegebb órákban árnyékos területeken vagy erdőben érdemes csak közös sétát tenni, a forró aszfalt ugyanis megégetheti a kutyusok tappancsát. Erre úgynevezett tappancs teszt is létezik. Ha 5 másodpercnél tovább nem tudjuk ott tartani kezünket, az a hőmérséklet már nagy veszélyt jelent a kutyára. Ezért a szakemberek azt javasolják, reggel 7 óra előtt, este pedig 7 órát követően sétáltassuk kedvenceinket.